Köszönöm szépen. Köszönöm az egész társulat nevében, hölgyeim és uraim, igyekezzünk, mert rögtön éjfél. Úgyhogy gyorsan mondom el, gyorsan, hogy túl legyünk rajta. Rövid részleteket láthatnak a Mikroszkóp Színpad összes előadásából, szinte villanásszerű kis apró részleteket. Egy fontos bejelentés, a ma esti kabarinkban önök nem láthatják Tordján Józsefet. Elnézést kérem. Ugyanakkor szeretnék bejelenteni valamit, 1728 darab levelet kaptunk, amiben mindenki azt kérdezi, hogy mitől van itt olyan kirobbanó nagyon nagy siker. Hölgyeim és uraim, semmilyen titkunk nincs. A kitűnő társulat a titkunk, nem tudom, bizonyára látják, hogy itt nincs tapsgép, nincsenek fények, hogy most tessék tapsolni, nincs előtapsoló, nincs is rá pénzünk, szegények vagyunk. Mi kizárólag az önök tehetségére, az önök érzékére és az önök, hogy mondjam, jó indulatára számítunk. Hát ezért van az, hogy ilyen sikerünk van. Köszönöm szépen, de most azért, mert közeleg az éjfél, most egyszer mégis be akarom mutatni, hogy mitől van különösen kirobbanó sikerünk. Talán tessék megfigyelni. Azt mondja. Boldog új évet kívánok! Akkor még egy valamit a boldog új év után. Nagyon-nagyon jó estét kívánok! Nagyszerű! És most valamit szilveszterkor a társulatnak. Január 1-től nem emelek fizetést. Ezek után boldog új évet kívánok, hogy én legyek az első, és kezdődjék az előadás. Sok hülye áruház nevét ki se tudom mondani. Pedig megkérdezte mind a 64 pénztárba, azt mondták, menjen a... Na, Robiba. Nem Robi az, hanem Obi, mint az Obi van Kenobi. Aki? Hát aki jósolja a Kenót, a Palika, meg a Héder van. Hát az a kult. Na, az is kőlött volna, hetes kulcs a vészerhő. Mert a botont belejtett a Berettyóba, az az én kis unoká. A Berettyó? Igen. De, hogy? De, a botont. Na, de Robiba se volt. Azt mondták, menjen a... Na. Birkózó. Nem birkózó. Bricos Tore. Hogy áll meg mi a rossz se? Vasedény, csak így mondják angolul. Bricos Tore. A középet meg úgy hívják, hogy Prakke. Dehogy is. Pracktiger. Ja, értem. De aztán mondják, mit láttak még? Voltam a Duna placába. Melyik az? Ja, amelyiknek az elején ilyen nagy üvegtől csér van. Belül meg olyan, mint a Kalocsai női bőr. Mondja már! Hát mit lehet tud csinálni? Korcsolyázni. Meg van maga húzatva, ezért utazott 320 kilométert, hogy korcsolyázza, amikor ott van maguknak a befagyott tisa. Na de korcsolyázás után meg tudják, mit tettem? Nem mondja. Pahéját. Hát meg mi a rossz sebet? Valami spanyol kaja. Beledarálják még a rossz sebet is. Na, én meg tudják, hogy mit ozsonáztam? Arabot úgy hívják, hogy karamell. Dehogy is arab, akkor falafel. Húsa nem volt benne. Jaj, nem kóstolták a kínait? Azt mondják, igen jó a pekingi kacsa. Jaj, ezt ismerem, mert akkor tavaly voltam Várdán a kórházban idegi alapon, ott azt adták. Pekingi kacsát? Arról sem tudja, hogy hívták, csak szudar nehéz volt belepösselteni. Centerbe, a Vadnyugati kocsmába. Az a Pól is
Polisi Center, a tényleg szép? De nem polis, azt hiszem pupol. Hát úgy is lehet mondani, csak úgy nincs semmi értelme. Jaj, abba van ám egy bázi nagy bót, ez a cascó. Nem cascó, testcó. Testcó. Igen, hát az akkora, képzeljék el, legalább 300 méterre joghurt van, meg 450 négyszögül a mikrosütő. Csak bámul az ember, kár, hogy itt értünk a buszunk, azt elvitt minket a manuszba. Nem manusz, hanem mamus. Jaj, de jó, maguknak még mamuszba is jártak. Minket meg el akartak vinni az országházba, de én megszöktem a Lufi házba. Az nem Lufi ház, hanem Lurdi ház. Na, a rossz ebből tudja maga az, hogy Lurdi. A volt főnökömet úgy hívták, dr. Vitéz Lufi Jenő altábor, hogy szép nagy darab marhaember volt. Jaj. Aztán honnan ez a Lufi ház? Hogy lehet ilyen hülyét kérdezni? Mert más nincs a közelben. Jaj. Voltam a hollywoodi pultikexbe. Ja, olyan pukikexet én is láttam, de én inkább vásároltam egy meleg nadrágtartót. Hol? A Marx and Engelsban. Jaj, hát hogy csuda dolgok volt. Tudják, mit láttam? Elemes betonkeverőt, sztereó lóvakarót, meg asztali tükröt könycsepp tartókkal, távirányítású Jézuskát, meg lézeres lécsapót, csak bámul az ember. Óriási dolgok vannak. Fantasztikus. Mondja, pitezát, nem evett? Micsoda? Pitezát. Én jobban kedvelem a magyaros ételeket, úgyhogy vettem egy nagy adag Big Mac mackót. Hol? A Burzsúj Kingnél. A fűszeres csirkét kellett volna megkóstolni. Ja. Én meg voltam a szartaki frász csikembe. Mi az a nagy bazi kupola ott a helyen? Hát a bazilika. Bazilika? Erről a bevásárló központról én még nem is hallom. Az nem bevásárló központ, hanem templom. Ó, onnan tudja maga. Nincs benne pénztár. Jaj. Babu, nem vettek semmit? Ó, elvett a jövedelem pontról támogatás az egész a buszjára. Én meg nem kaptam századszor. Akkor meg mindegy jutak ide Pezsre. Nézz elődni, lögdesődni. Világot lát. Nem visznek oda semmi vásárfiát? Dehogy nem. Kaptam szóró ajándékén Tintin betétet az anyósomnak, 86 éves. Hol? A Vesztencsigibe? Nem, a Vörösszepár pacákba. Jó az, hogy Lepkő már maga anyósának Tintin betét. Jó, jön az még, majd ősszel, azzal szűrjük le a ribizlibot. Én is láttam a Pini Maketba. Nem Pini, Puni. Jaj, azt sehol nincs már kiírva. Magyarul az üzletek neve. Dehogy nem. Nekem azt írta a lányom, hogy náluk minden magyarul van kiírva. Hol lakik a maga lánya? Torontóban. Szoktam nézni a parlamentet, és a miniszterelnök néha úgy beszél, mint egy Dakota indián. Uff! Mit tudsz itt pufogni? Mondom, uff, apacs! Ipi apacs, te vagy a fogó! Mit keresel itt, te sápadtarcú választópolgár, a Dakoták harci ösvényét? Milyen nagy a hangod, mióta hatalmad van? Eredetileg sokkal kisebb voltál. Úgyhogy mit keresek itt? Ez a föld épp úgy az enyém, mint a tiédé. Az egyik ősöm, ha nem tudnád, a híres Rőfös Bölény személyesen szponzorált a Kolumbusz tojását. Akkor te nem is vagy Dakota! Hogy nem vagyok? E föld mindenkié. Ezen a földön az egyik indián pont olyan, mint a másik indián. Még csak az kéne, csak a Dakota indián a jó indián, mert mi igaz közmondásokat tudunk. Ja. Például, ha lövést hallasz a hátad mögött, tudd meg, hogy a lovad nem evette nyers tejre kovászos uborkát. Ez egy Dakota közmondás? Eredeti. Érdekes, én Solettel ismerem. Én is. Vigyázz, ha rossz ösvényre tévedsz. Tudd meg, a lovad vagy kanca, vagy töketlen.
Nekünk e véráztatta földön történelmi érdemeink vannak. Amikor erre járt a híres Buffalo Bill, úgy elkergettük, hogy még a pisztolyát se tudta elsütni. Mit gondolsz, ki adta el nekik azt a pisztolyt? Akkor te nem Dakota vagy, hanem írókéz. Mi? Te nem szereted az írókézeket? Ki nem állhatom őket, különösen az újságírókézeket. Mert van egy bölcs Dakota mondás. Már megint? A lónak öt lába van, mégis megbotlik. Bocsáss meg, az ötödik nem láb. Honnan veszed? Nincs rajta patkó. Balga beszéd! Mégiscsak igaz a mondás, ha részeg egy írókéz, előbb-utóbb lerókáz. Ilyet én is tudok, vigyázz, hogy a nyerek feltörje az ülepet, mert akkor magadnak nyalhatod. Vedd tudomásul, hogy mi Dakoták, gyűjtjük a skalpokat! Ajaj, tisztogatás lesz a közszolgálati tévé vigvamban. A skalpvadászat azt jelenti, hogy a delikvens fejéből lenyisszantunk egy darabot. Mi szoktunk nyisszantani, de nem a fejbőréből. Ha már így együtt vagyunk, szív már el a békepipámat! Szívok én eleget! Sőt, Dakota polgártársaimmal most készülök kiásni a csatabárdot! Ajaj, külszíni fejtés lesz, nézd! Nézd a szonda Ipsos füstjeleid, látod? Tetszési indexed immáron az ülőbék a feneke alatt van. Nem olvasok tetszési indexeket! Mióta nem olvasok? Mióta nem én vezetek! Aha. Mert van egy bölcs Dakota mondás. Na, megint. Nem az a fontos, hogy kane a galamb, csak toljon! Ilyet én is tudok. A kicsiny tehénlepény, ha beleléptél, büdösen, mint a nagy. Tudd meg, azt mondta a kollégiumban a nagy varázsló, hogy aki nincs velünk, az ellenünk van. Uff! Illetve aki velünk van, az ellenünk. Uf. Illetve aki ellenünk van, kivel van? Hogy van ez? Ezt úgy szoktátok mondani, hogy aki nincs veletek, az nem kap indián támogatást. De ne félts engem, én vagyok a törzsfőnök, és kész! De meddig jönnek a választások, fogynak a híveid, csalódtak benned a lakótelepi apacsok, a nyugdíjas sziúk, sőt, legújabban már a roma bérhel is nyárosak. Ha így lesz továbbiakban, ki fog reját szavazni? Ne aggódj, értem, mögöttem állnak a lakitelki aszkétok, a szabolcsi toltékok, a maja útkörök, az indián fórum előfizetők, és Hóbagoly, a főtanácsadó. Az mind megötted áll! Tudod, én ki fog reját szavazni? Na ki? Az utolsó mohikán. Hölgyeim és uraim, tisztelettel köszöntöm körünkben Hudácsek professzor urat, a nagyhírű tudóst, a Düsseldorfi Nemzetközi Gerontológiai Társaság levelező tagját, aki az öregkori megbetegedések és azok ismérvei címen tart előadást. Felkérem professzor urat előadásának megtartására. Professzor úr! Na, köszönöm. Professzor úr! Mi nem volt meg az előadás? Jó, persze. Professzor úr! Professzor, ide legyen szíves! Jó, persze. Na. Hölgyeim és uraim, hát mindenekelőtt megköszönöm kitüntető érdeklődésüket mai előadásom tárgya a na, ez nem ugrik be. Hogy hiány? Agyérelmeszes. Milyen? Agyérelmeszesedés. Ez azért vagyok itt. Egyébként a múlt héten ugyanígy tartottam előadást, de akkor az agyérelmeszesedésről beszélt. Különben tartozom azzal a... Már tartozom a... Magának tartozom? Nem, professzor úr, már megad. Értem. Tehát kérem szépen, hogy ez a szklerózis, az öregkor betegsége, kérem szépen, nagyon sok kellemetlenséget okoz, tehát például velem előfordult, nem fogják elhinni. A borítékot, amit a beteg a kezembe csúsztatott, tévedésből egy kollégám köpenyének a zsebébe tettem. Szörnyű.
Hasonló szimptoma, kérem, a cselekvési automatizmusok felbomlása. Az így betegségben szenvedőnél az automatikus cselekvések sorrendje változik meg. Van egy páciensebb, kérem, ő gyakorta előbb pisil, csak azután kezd el kigombolkodni. Tehát a sorrend, ugyebár a sorrend, hát szerencsére kitűnő gyógyszereink vannak, amelyek ugyebár fokozzák az agyi keringést és serkentik a memóriát. Hát ilyen például a már-már klasszikusnak számító, közismert kedvelt gyógyszer a nyelvemen van, hogy ilyen? Kavinton. Milyen? Kavinton. Na, ezt legalább tudja. Sajnos kérem szépen, én mostanában elfelejtem bevenni. Csak akkor nem felejtem el bevenni, hogyha előzőleg már bevettem. De viszont akkor már nem kell bevenni. Viszont, hogyha nem veszem, akkor nem jut eszembe, hogy bevegyem, de én ezt úgy hidalom át, önöknek is merem ajánlani praktikus tanácsként, föl kell írni egy darabka papírra, kérem, nincs kéten is bizonytalanság. Ott áll fehéren, feketében. Kavinton bevenni. Mi? Hú, jó, hogy megláttam. Kérem, napi egy szem tabletta megoldja az összes problémát. Tehát be kell venni, ugye, ez egy szimptoma. Maga se tartozik nekem? Nem, professzor. Ja, persze, hiszen már visszaadtam, jó. És most térjünk vissza, kérem szépen, előadásom voltak éppen itt tárgyára, a tifusz abdominálisra, azaz a has tifuszra. Az agyér elmeszesedésre, ha szabad kérni, professzor. Ugyan, menjen már meg olyan fiatal, mit akar. De ha rendszeresen szedi a gyógyszereket, kitolható a teljes agyi csőd bekövetkezése. Vetkőzzék le, és kérem a tajszámát. De miért, professzor? Miért? Meg akarom vizsgálni, nem azért jött ide? Nem, professzor, én a tanársegéd vagyok. Tanársegéd? Akkor meg miért akar levetkőzni? Micsoda világ! Őrül! Kavintont bevenni, kérem. Napi egy szem tabletta megoldja az összes problémákat. Na, kérem, tehát be kell venni, ugyebár, ez egy szimptoma. Egyébként, amely az öregséget illeti, elmondom a házmesterünk esetén. Kérem, teljesen tipikus, elmondom. Hiszen nem tartozik ide. Kérem a következő kérdést. Az agyér elmeszesedésről, professzor, ha szabad kérni. Istenem, mit hajtogatja folyton? Maga ez a rögeszmé, az agy... Különben rögeszmé, ez is egy szimptoma, majd felírok valamit. Kolléga, megkérem egy szíveség, nincs nálam a szemüvegem, vegyen ki egy szem Kavintont, az a kis fehér kerek. Professzor úr, ez itt mind ingomb. Megjegyzem, az úgy lehet, hogy a feleségem az üres Kavintonosban tartja az ingombokat. Most elképzelhető elvileg, hogy összecserélte a két dobozt, amikor reggel fölvart a manzsetta gombaba. Hát akkor mit vart föl? Itt van. Hát kérem szépen, ezzel előadásom végére értem, remélem hasznunkra fog válni valamennyiüknek, én már távozom is, de mielőtt elmennék, jaj, akadt egy sürgős dolgom. Mert tudja, kedves barátom, vannak dolgok, amelyek öregség ide, öregség oda nem lehet elfelejteni. Ugyan merre találom? A mellékhelysége? Nem, a pénztár. Van ötjáról van helye, ahol már nap. Még azt mondják, nem jól lenni romának. Csak én lettem szegényebb egy hajszállal. De szétlettem a tévében egy balkával. Mit? Győzik egy biz, satúbára hunakávé, jobb a tiéd, mit a padi? Gyerekek, befejeztem az orvosi egyetemet. Gratulálok, ez most mihez kezdő? A városházára megyek kátyúzni. A városháza nem a pártozáta. A Demszky Gábor nem itt tantanál. A terepjáró kulcsát, hogyha csörgeti, egy csöndes házban oltalmat talál. A horvát tengerparton áll egy kunyhó, hol a Demszky mereng az élet folyását. A Fészek Rakó program keretében egész nyáron ül a tojását. A kátyú az úton a rétképen, szétment a tudám a légvéken, a felelős nevezze meg magát, de szétrúgnám a városházat. Tudom, mi hat rád, kap tőlünk egy zacskó viagrát. Az lesz majd a nagyon klassz, ha feláll és elmegy minden favilla, fakanál, fatányér. Oda vagyok én a tisztus uzsáért, ó, trombitás név, ó, ezt kell nekünk nézni.
BKB szép a kutyafáját, az ügynökök listáját. Zoli, most már 25 év után megmutatom neked, hogy én írtam NDK-ban a jelentést. Én rólam, azt én tudtam. De azt nem tudtad, hogy a szovjet turné alatt is végig én írtam a jelentéseket? Mondom, hogy tudtam, mindent tudtam. Hát ha mindezt tudtad, akkor miért nem köptél szemet? Hát mit gondolsz, ki olvasta a te jelentéseid? Egy jó menő kis klub van, 978-ban volna jó. Néha játszottuk mozgalmi dalokat, bámultuk a kis tagokat. Nézem a tévét a szemem keresztbe, hát mind ott ül a parlamentbe. Ó, végig kivézek, na most vernek engemnek, szálljam be marva, le vannak ő szarka madár, fönn az égen magasok. Gyertügyéle mellette az anyósok, utána egy helikopter, mögötte a Harry Potter. Lázd a cica, jaj, szőke, mint a baj, fölvett a szilikonára, most ez neked jaj. A nejemnek marha nagy az egója, mert szilikon a mellemek a popója. Hadd ő gumit ültetne még jövőre, esküszöm lecserélem guminőre. A guminő, guminő, sok benne a levegő, ha kiszúrja Jóska Pista, durra, mint az ütöpista. Hopp, hey, hopp! Te! Mennyár érte szerencsétlen komorista bérens, az anyád az érted az anyád. Utáljuk egymást, gyerekek, ha már anyósunk nincs. Ennél szebb szó, hogy utána a nagy világon nincs. Elég volt már a veszekedésből, lazítsával szállják ki a présből. Megmondjuk a titkot, ki feloldja a görcsöt. Soha ne egyetek mosatlan gyümölcsöt. Egy óra munka, 8 óra pihenés, jöhet az óra munka. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen mindannyiunk nevében, majd a tapsot elosztjuk, hölgyeim és uraim! Kiegyensúlyozott kabarét szeretnénk ma este önök számára biztosítani, nagyon fontos, mert mostanában a kabarét, hát sok támadás éri, hogy ugye nem kiegyensúlyozott, hogy elfogult, vagy ellenzéki, vagy kormánypárti, én ezt el akarom kerülni. Olyan kiegyensúlyozott leszek, hogy még mérleget is hozunk be, és azon fogunk egyensúlyozni, hogy önök teljesen elfogulatlan kabaréval találkozzanak. Nagyon fontos, de nem egyszerű, higgyék el. Mikor mostanában hallottam ezt a sok balhét, ORTT büntetést, mindent, akkor megijedtem. Hát most hogy törje az ember azon a fejét, hogy mi a kiegyensúlyozott kabaré, ha egy poénnál az jut eszembe, hogy ez most kinek fog tetszeni, és kinek nem. Én azt hiszem a legfontosabb, hogy önöknek tetszen. Így van? Azért, mert nem könnyű a helyzet. Gondolják el, például a politikusok súlyra se egyformán. Gondolják el? A mérleg egyik serpenyőjében mondjuk, ha beleteszem Horn Gyulát, a másikba Rabcsákot, hát az lehúzza, de ha Csurkát, akkor az a sárga földig lehúzza. Vagy gondolják el, hát hogy lehet a mérleg egyforma serpenyőjében mondjuk beletenni a smukkot, hát így van? Hát nézzék meg, hogyha azt mondom, hogy egy smuk az legalább 3 gici. Vagy nézzük, vagy az ország szempontjából, ugye? Legalább 3 kövér egy vastag, és az ország szempontjából mondjuk egy baja Orbán Viktor. Vagy a Tordján József, bármelyiket mondhatnám, mert mindegyik lehúzza, mert szóval nagyobb súlyjal szerepelnek ugye a kormánypártok a serpenyőben. Úgyhogy én összeszedtem néhány olyan poén, ami valódi az utcán hangzott el, és ezekből egy kiegyensúlyozott kabarét fogunk csinálni, olyannyira, hogy most be is hozom a mérleget. Pillanat, nagyon-nagyon fontos, köszönöm szépen, ezt tessék megtapsolni ezt a mérleget. Ezt a Tuza család kölcsönözte számunkra, és most abból a poénból csak egy példát, hogy néz ki a kiegyensúlyozott kabari, egyetlen egy példa, tessék nagyon figyelni, azt mondja, kormánypárti. Éljen a miniszterelnök úr. Pillanat. Havi 35 ezer bruttóból.
Mondja, Kovács, mit figyelt ma meg? Főnök, ne tessék engem kovácsolni, az én becsületes fedőnevem Örgébics. Rendben van, Örgébics, hápok jel a napi jelentését. Már megbocsásom, főnök, a liba hápok, az Örgébics az barcog. Ez nem a dámbot? Ez egy olyan Örgébics, amelyik nyelveket beszél. Középfokja van csivitelésből, felsőfokúja nyűszítésből. Oké, okay, Örgébics, barcog jel a napi jelentését galacsinhajtónak. Ki az a galacsinhajtó? Én. Tegnap léptetek elő lótetűbe. Barcogjon! Barcogjon, már ne izéljen annyit! Garacsin hajtónak jelenti Örgébics. Ma reggel 8:00-kor Tarhonya bevonult a Röcsire egy kiskegyeddel. Nővel ment a Röcsire? Hát a kiskegyed az egy újság. Igen. Én 20 éve a nőklapját használom. Egyáltalán ki az a Tarhonya? A megfigyelt célszemély magasrangú politikus, tök kopasz. Azért lett a fedőneve Tarhonya. Ki adott megbízást a megfigyelésére? Strapacska. Az ki? Politika és üzleti vetítás. Miért Strapacska? Eredeti neve dr. Brinzové Haluski. Aha. Tehát szlovák? Nem, Tóth. Tóth Géza. Tetszik tűnni, őt nevezték annak a cégnek az élére, és most le akarja buktatni a Tarhonyát. Nem érdekel! Érdektelen! Nem rám tartozik az a lényeg, hogy fizesse a magnókazettáért a 1,5 milliót. Naponta közpénzből, párpénzből, magánpénzből, nekem mindegy, a pénznek nincs szaga. Mit csinált Tarhonya Rötyi után? Kezet mosott. Hihetetlen, honnan tudja? Beépültünk a lefolyóba, mint tömítőgyűrű. Kiváló, tovább! Te két tojásból evett rántottát pirítóssal! Látta? Természetesen lehallgatjuk a kenyérpirítót is. Szólt valamit a Tarhonya? Nem csak csámcsogott a diszló, de van egy lehallgató készülék a protkójába is. Hát, ha rejtelezve csámcsog. Kitűnő, jó munkát végezte. Ez az. Tovább! 8:35-kor távozott el otthonról, és fölszállt a 7-es buszra. Hihetetlen, honnan tudja? BKV ellenőrnek álcáztam magam. Tovább. Útba ejtett a Cserebogár utcai gyors mosodás. Sejtettem, piszkos pénzt akar tisztára mosni. Dehogy is, beadta az ágyneműjét kilós mosásra. Gratulálok, megvizsgálták a koszos ágyneműt, nincs rajta titkos írás? Természetesen csak rúzsfoltokat találtunk. Aha, valami kiskegyettől. Nem, Tarhonya egyedül van otthon, kirúzsozza az ajkait és műsejen babydollban alszik. Vajon miért? Hogy minket megtévesszen, de minket nem lehet átvágni. Mi mindent tudunk Tarhonyáról, még azt is, hogy szereti a gyerekeket. Ne mondja, pedofil. Nem, pedagógus. Három gyereke van az első házasságában, mindig cukrot visz neki. Igen, mit csinált utána? Utána találkozott Jadvíga Leontjeva Kutrucovával. Az ki? Szeva bácsi pedikűröse. Ő volt 51-ben Jelcin ajánlója bolsevista pártfelvételnél. Jelenleg medvetálcoltató nő a józsefvárosi kínai piacon. Honnan tudja? Vele volt a medve. Hogy nem vették észre? Néznek, álcáztam magam. Remek, tovább! Mindketten taxiba szálltak, és kihajtottak a csúcshegy gerincére. És ott? Gerincre vágtak. A Tarhonya. Dehogy is, Jadvíga Leontjeva Kutrucova Tarhonya főnök, akkor hát nekem mint egy rúdugró. Érdektelen? Milyen volt a nő ruhája? A nőnek kis testi hibája volt. Mindkét lába rövidebb volt, ezért emeletes talpú cipőt visel. Amikor meg levetette a pufajkáját, 3 intimékszer lógott a hasa alatt. Milyen intimékszer? Aranykarika? Nem. Korbács, kancsuk, a gázspray. Maga mindezt látta? Hogyan nem vették észre? Mert ügyesen álcáztam magam. Úgy csináltam, mint a szerelném a lerobbant trabantomat, közben pedig felgyújtottam. Miért? Mert sötét volt. Gondolom, a tűz majd világít. Át is voltam fázva egy kicsikét. Én van bepáslizva a feje. Benne égtem a trabantban. Hogy? Benne ültem, belőről gyújtottam meg a gyufát, nehogy a szél elfújja. Maga egy nagy barom, örgém is! Azt nem úgy kell csinálni. Hát hogyan, ganajtúról? Ahogy dr. Zorge a nagy szovjetként gyújtotta fel a japán flottát. Egy nagyítóval összegyűjtötte a napsugarait és ráirányított az anyahajóra. Értettem, garacsihajtó, ezután majd így fogom csinálni. De baj van, főnök. Mi baj? Hát a csúcsegyen nincs is anyahajó. Barom! Cseréljünk alapot, nehogy felismerje. Én most elmegyek. Fedezzen! Igenis. Fedezzen? Hát nem vagyok én ló. Köszönöm szépen. Szeretnék a Blüett műfajában is kiegyensúlyozott kabarét előadni, abszolút politikamentesen. Egyik. Halászlé. Pepólé. Ugye, mis uraim,
Rengeteg levelet kaptuk, hogy politikamentes nótát adjak elő, ne legyen benne semmi elfogulatra, tessék, mit szeretnének hallani, amit akarnak, ne legyen politika egy a lényeg, mondja, melyiket szeret, mit... Na, elkötöttek Hortobágyba, karám. Abban nincs semmi, igaz? A behet Hortobágy, igen, szabad, igen, mondja, igen? Megkurcolták Hortobágyon ezt a szegény aradit. Ki akarták nyírni őtet névtelenül valakik? A kilenc lukú híd alatt őt besározni nem tudták. Épp pedig az összes piszkos, korrupciós, delibaszart is ráfogták. S a névtelen minisztériumot nekünk itt hagyták. Na most, asszonyos! Meghurcolnám Hortobágyon, ha megtudnám, hogy ki volt. Ráfognám a győlopot el a karámmal, 100 csikot, az összes védett madár lopást, valamennyit ráfognám. És az egész ország előtt, és jól meghurcolnám, s a kilenc likú híd alatt a nagy popóját szétrugnám. Hey, hey, de, 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 hey, de, 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 de. Na, most viszont azt mondják, hogy nem aktuális a kabaring. Tegnapi eseményről írtam egy nótát, hallgassák meg. Nem tudom, mikor adják le, vagy mikor húzzák ki, de minden esetre eljönnek le. Az a én vagyok a... Én vagyok a falu. Nagyon jó, mert hangosan játék. Szöveg, hogy van? Lemondott a György. De lemondott a Györgyi Kálmán az este. De a Fidesz hetek óta már ezt leste. De nem volt nekem ő rokonom, se barátom. Gyönyörű Magyarország, csak a jogállamot sajnálom. Tessék, tessék, tessék helyet foglalni, de örülök, hogy ilyen csinos, szexi sutitársam lett. Szintén Pestre tetszik. Igen, igen, Pestre utazom, de olyan ideges vagyok, mert azt hittem, hogy majdnem lekésem a vonatot. Képzelje, mindig az utolsó pillanatban látok meg valami tündéri kis darabot a Mária Hilfestrasszén, és alig érek ide ki a Westbahnhofra. Pedig jókor tetszett érkezni, már indulok ki, és egy kis shoppingolás volt, ugye? Igen, igen, igen. Hát ugye manapság már Bécsben sokkal olcsóban lehet vásárolni, mint Pesten. Bezzeg azelőtt régen. Régen? Ön olyan fiatal, hogy nem is emlékezhet arra, hogy mikor volt régen. Köszönöm, a bókod nagyon jól esik, de tényleg meg kell mondja magának, hogy nagyon ideges vagyok. Van két fiam, és ez a bókben, ez már kiment a divatból, és vettem neki két ilyen lemezjátszót. És miért ideges a szabadkörül? Hát nem akarom ugye már a határon befallani, nem akarok utána vámot fizetni. Hát ez nem nagyon éri meg az egész. Nagyon-nagyon egyetértek önnel, asszonyom. Már miért keresen rajtunk a vámőrség? És hogy... Igen? Azért van egy kérdésem, mondja. Hova tudta eldugni a két CD lejátszót? Nézze, itt van ez a csomag. Igen, igen. De alulra teljes mértékben besuvasztottam az egészet, és fölé tettem 2 kiló banánt, most ide tettem magam mellé, úgy, hogy ne legyen feltűnő. Úgy csináljunk, mintha eszegetnénk belőle. Meg is kínálom magát, talán egy banánt, tessék. Na, jön át a vámos, vigyázzam. Jó nap. Jó napot kívánok, magyar vámvizsgálat. Van valami elvámolni való? Jó? Nincs. Tisztelt vámos, soha nem akar venni esetleg egy banánt. Ó, igazán nagyon kedves, de szolgálatban soha nem szoktam menni. Csak azért kínálgatom, tisztelt vámos úr, mert van ám a hölgy szatyrának az aljának is elvámolni való. Igazán? Megbocsásson, drága asszonyom, ha megengedi. Déli gyümölcs. Jaj, hölgyem. 2 darab hordozható CD lejátszó, vámköteles áru, be kellett volna jelentenie. Még szerencsé, hogy a barátja időben figyelmeztetett. Így ugyebár nem követett el vámszabálysértést. De kérem Semmi szépen. Kérem, drága hölgyem, én kérem szépen, hogy ezt a csekket tessék szívesen 30 napon belül befizetni. Uram, még egyszer nagyon szépen köszönöm, viszontlátásra, további jó utat mindkettőjüknek. Viszontlátásra. Szégyentelen aljas gazember, hát miért csinálta ezt? Hát miért fáj magának az a két nyomorú CD lejátszó? Hadd mondja meg nekem! Csillapodj!
adjon, drága. Nem tudok csinálni, rögtön szétbukadok el. Drága hölgyem, én adok fájdalom díjul magának két CD lejátszom. Maga ad nekem két CD? Ugyan honnan? Kiskereskedő vagyok, és készülök a tavaszi vásárra. Mit gondol? Mi van ebben a bőröntben? 400 darab CD lejátszom. Hát nekem megéri, hogy én... Adok magának kettőt ajándékba, csak akkor engem nem macarál a vámőrség. Szóval ezért csinálta az egész cirkusz, hogy elterelje magáról a figyelmet. Úgy látom, mi félszavakból is megértjük egymást. Mi félszavakból is megértjük egymást, akkor engedje meg, hogy bemutatkozom. Kovács Kriszta vagyok, a vám, és Pénzi Győrség örmestere. Köszönöm, semmi, csak... Köszönöm, nagyon látom, köszönöm, meg... Mindjárt letelik az idő. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, sokszor el szoktam mondani, rengeteg levelet kaptunk. Egy nagyon fontos levelet szeretnék ebből az alkalomból felolvasni. Azt mondja, az újabb levél személy szerint nekem szól egy kérdés. Sasúr, hogy van az, hogy nálunk a pártok a gyűlölt ellenségnek kikiáltott bármelyik párttal hajlandó koalícióra lépni, csak kizárólag a hatalomért. Semmi gerinc, semmi elf, semmi tisztesség, csak a hatalom. Kérdezi Budapestről, Sas József nyugdíjas színházigazgató és bónusz. Mind csak ezenben a mérleg kénytel vagyok elmondani. Ezzel kapcsolatban egy történetet remélem, hogy értik, mire gondolok. A kocsmában egy használhatatlan részeg ember, meg mi az is? Ki az az erős? Ki merít velem verekedni? Ki mer velem verekedni? Mire egy két méteres pali odáll vele szembe, szóval én akarok verekedni. Maga velem van.